Köszöntöm az Együtt magazin nézőit, érdemes lesz ma este is velünk tartani, ugyanis érdekes és izgalmas témákat gyűjtöttem össze. Bernard Slade kétszereplős vígjátéka a jövőre veled ugyanitt igazi jutalomjáték színésznek és rendezőnek egyaránt. A darabot Hargita Iván rendezésében Váradi Eszter Sárával és Keller Jánossal mutatta be a Vörös Marti Színház. Nagyon nagy bajban vagyunk. Gondolja. Hogy lehet valaki ilyen üde és elragadó? Hazánkban először Stankai István és Süt Cilla vitte sikerre Bernard Slade művét, a Jövőre veled ugyanitt című romantikus vígjátékot. A Vörös Marti Színházban Hargita Iván rendezésében láthatjuk a darabot. Ez egy nagyon-nagyon remekül megírt darab, az tény. Tehát igazából rá is csodálkoztunk közben, hogy mennyire pontos. Tehát azért valahogy a köztudatban mégiscsak úgy van, hogy ez egy bulvár, vagy ha más nem, nívós bulvár, de úgy tűnik, hogy ez ennél több. Miközben egy ilyen nagyon merés ugye, történet, hogy 25 évet ölel föl két szerető életében. És hát ez nyilván nagyon-nagyon hatásos, már hatásodás gondolatsor. Ez egy kis szemüveges, a kitérdett gatyájában. Ő a legidősebb? Igen. Ő Michael. Okás pofa, nem? Ja. Ő is Supermannek készül? Nem. Pán Péter akar lenni. Hát eléggé aggasztik a dolog. Doris Boldog házasságban élő asszony a kaliforniai Oaklandből, George nős könyvelő New Jerseyből. A férfi és a nő véletlenül fut össze egy kaliforniai tengerparti fogadóban, ahová Doris egy vallási közösséghez, míg George egy üzleti partneréhez érkezik. Találkozásuk másnapján arra ébrednek, hogy egymás karjaiban töltötték az éjszakát. Elég pontosan megfogalmaz ezeket a stációkat, amiken keresztül megy ez a két ember. Akkor kell hozzá egy jó rendező, aki kézen fogja két színészt, és végigvezeti egy ilyen úton, hogy ezt hogy lehet minél pontosabban megmutatni ezeket a szituációkat. És hát azt mondom, hogy egy kis emberismeret. Tehát, hogy egy picit, hogyha magunkban nézünk, akkor nyilván minnyáján voltunk valamelyik emberrel hasonló helyzetben. Ne haragudj! Nagyon zsúfolt ez a hétvége, úgyhogy muszáj volt megadnom ezt a számot. Harry, tudja, hogy itt vagy? Na, szívem. Harry most is úgy tudja, hogy lelki gyakorlaton vagyok, úgyhogy ne izgulj. Én nem izgulok. Akkor miért vágsz pofákat? Már megint negatív hullámokat fogok fel. Különös szerelmi kapcsolat kezdődik kettejük között, amelynek lényege, hogy évente egyszer ugyanabban az időpontban ugyanott egy kellemes hétvégét töltenek együtt. Azután mindketten mennek a dolgukra. De vajon meddig mehet ez így? A rendezőnknek ez volt a szándéka, hogy két hétköznapi ember, aki belekeveredik egy ilyen helyzetbe, vajon hogy éli túl. A különlegessége ugye az, hogy 24 évet mutat meg ez az előadás, és hát valóban nagyon széles skálán mozog érzelmileg, lelkileg, szellemileg nagyon megmozgató, illetve hát azért azt se felejtsük el, hogy vígjáték, tehát rengeteg humor is található ebben az előadásban. Az előadás során szemtanúi lehetünk egy kalandos, már-már groteszk szerelemnek, amely évtizedeken ível át, miközben különböző élethelyzetekben más-más férfi és nő jelenik meg előttünk. Doris és George kapcsolata amellett, hogy bővelkedik helyzetkomikumokban, tükröt tart emberi kapcsolataink és szerelmi életünk elé is. Hasüregi operáció vágás és hosszú hegek nélkül most már Székesfehérváron is lehetséges, ugyanis új laparoszkópiás tornyot vásárolt a kórház. Hamarabb gyógyulnak a betegek és kevesebb időt kell a kórházban tölteniük, ezt is eredményezi az az új és modern eszköz, amit már üzembe is állítottak a Szentgyörgy kórházban. Hagymási László osztályvezető főorvos elmondta, hogy a laparoszkópia olyan endoszkópos műtéti technika, amely a hasüreg, valamint a kismedence üreg diagnosztikus vizsgálatait és operációját teszi lehetővé a has felnyitása nélkül. Az eddigi eszközeink, azokkal nem tudtunk bármilyen műtétet elvégezni. Ez az új eszközzel, ami ma a legmodernebb, ami Magyarországon forgalomban van, bővíteni tudjuk a műtéti repertoárunkat. Tehát olyan műtétek, például mioma műtéteket, amit konzervatív mioma műtét, nagy mioma göbbeket el tudunk vele távolítani, de mi eltávolításokat is el tudjuk végezni laparoszkópiával, és ezáltal sokkal több műtétet fogunk tudni végezni.
Mi az, amiben ez segíthet, gondolom én, a gyógyulási folyamatban? Igen, hát a maga az, hogy az endoszkopos műtéteknek ez a formája, amikor a hasüregbe, a kismedencében nem egy nyitott műtétet végzünk, hogy kinyitjuk a hasüreget és úgy operálunk, ez egy 1-2 cm-es bemetszéseket végzünk, és egy kamerát vezetünk a hasüregbe, és különböző mikrosebészeti eszközöket. Ez annyira jó a megoldás, hogy gyakorlatilag lerövidül az ápolási napoknak a száma a kórházban, egy napos sebészeti megoldással lehet a legtöbb műtétet elvégezni, egy-két nap után hazabocsáthatjuk, és egy hét múlva már akár munkaképes is az illető, akinek elvégezik a műtétette, szemben a régi nagy nyitott műtéteknél, amikor akár egy hétig a kórházba kell tartózkodni, nagyobbak a szövődmények azoknak a műtéteknek, és a lábadozás is sokkal hosszadalmasabb. Jól funkcionál az eszköz, hisz, hogyha jól tudom, akkor már birtokba vették. Igen, már pár napja kaptuk meg, és már tegnap műtéteket végeztünk, tegnap is 3 laparoszkópos műtétet végeztünk el, hát nagyon örülünk, hisz sokkal jobb a képminősége, sokkal jobbak az eszközök, és ezáltal a műtéti megoldások megkönnyebbül az elvégzése, és hát maga az eredmény például a legfontosabb a betegek szempontjából, hogy eredmény nagyon jól gyógyulnak, és ennek mi rendkívül örülünk, és hát a beteg nevébe köszönjük ezt az eszközt. Önkormányzati támogatásra a Kéglygyöld városi egészségügyi program keretében vásárolta meg a laparoszkópiás tornyot a kórház. Csernovölgyi István főigazgató elmondta, az eszközre nagy szükség volt. Konkrétan ez az eszköz a laparoszkópos műtéti technikák bővítésébe, tulajdonképpen a műtéti repertoár kibővítésébe, az atraumatikusabb műtéti technikák megvalósításával rendkívül fontos, nagy segítség és szakmai előrelépési lehetőségeket tartogat ez az eszköz számunkra. Hogyha már a szakmát említette, akkor egy nagyon szép szám is elhangzott a Fejér megyei Szent György kórház esetében, mégpedig egy 5. helyezés. Hát van egy független szakmai mutató, ami alapján a kórházakat rangsorolják, minősítik, hogy szakmai képességeik hol tartanak adott időpillanatban az országban. Ez alapján az intézményük jelenleg az 5. legszínvonalasabb, legmagasabb színvonalú ellátást képes nyújtani az országban. Ez a szakmai mutató, ez egy teljesen független, objektívnek tekinthető mutató egyébként. Már a pólus programból kimaradt a Fejér megyei Szent György kórház, azonban azt elmondhatjuk, hogy a Modern Városok program keretében nagyon fontos fejlesztések valósulhatnak meg. Hogy áll ez a projekt most? A pólus programból kimaradt az intézmény, ugye még a 2010 előtti időszakról beszélünk. Ezeket az elmaradásokat már részben, hátrányokat ledolgoztuk. Tulajdonképpen erről szól a több mint 10 milliárdos fejlesztések, amik az elmúlt évben megvalósultak, és most a célegyenesbe fordult az intézmény az infrastruktúrális fejlődését tekintve, és ez a Modern Városok programja keretei között fog megvalósulni. Én azt gondolom, hogy ezt a célegyenest most már tulajdonképpen elkezdtünk rajta lépkedni, és most már azt gondolom, hogy be is vágtázunk a célba, hogy ezt meg fogjuk valósítani, és úgy gondolom, hogy egy több évtizedre előre menőleg európai szintű magas ellátási színvonalat nyújtani képes intézményünk lesz. Most is egyébként ugye az előbb említett mutató alapján nagyon magas szakmai ellátást vagyunk képesek nyújtani. Ezek a számok és mondatok nem öncélúak és nem önmagukért valóak. Mi abban bízunk és reménykedünk, hogy a betegellátásra tudjuk ezt fordítani, a lakosságnak az ellátási biztonságára, még magasabb szintű ellátásra törekszünk, és ezért tesszük a dolgunkat. Természetesen tudjuk, hogy van még mit korrigálnunk, ezen dolgozunk nap mint nap, és tesszük a dolgunkat tovább. A város idén 75 millió forinttal támogatta a kórház működését, és jövőre is hasonló összeggel támogatja majd a gyógyító munkát, mondta el Cserpalkovics András a tájékoztatón. Alapvetően a támogatás az több részből épül föl, mindegyik részéről természetesen egyeztetések folynak a kórház vezetésével. Ugye ez a 75 millió forintos támogatás az az összeg, amiből biztosítani lehet a szájsebészet működését, biztosítjuk fiatal szakorvosoknak a lakhatási támogatását, illetve egy komoly eszközbeszerzés is ennek a programnak a része. Egyik eszköz a szemészetre, a másik pedig ide a nőgyógyászatra került. Ugye ez az eszköz, ami most mögöttünk látható. Az eszközök vonatkozásában teljes egészében elfogadjuk a kórház szakmai javaslatait. Azt gondolom, hogy ez így helyes. A közgyűlés hagyja ezt jóvá, de ebben az esetben is teljes mértékben támogattuk a kórház szakmai javaslatait. Én azt gondolom, hogy ezek nagyon fontos támogatások, nagyon jó célt szolgálnak, hiszen ez az eszköz is a következő hosszú-hosszú években, mint a most elérhető legmodernebb eszköz fogja szolgálni a fehérvári kórházon keresztül az ellátottak.
és a szakemberek számára pedig lehetővé teszi, hogy a legmodernebb eszközökkel és a lehető legkisebb beavatkozással tudják különböző diagnosztikai, illetve műtéti beavatkozásokat elvégezni. Ne felejtsük, hogy erre a forrásra azért van lehetőség az önkormányzatnak, mert a helyi gazdaság jól teljesít. Úgy látom, hogy elég jól teljesít ahhoz is, hogy ez a támogatás ne csak 2017-et jellemezze, hanem 2018-ban is majd biztosítani tudjuk a Szent György Kórház részére. Mai tájékoztatón a Modern Városok program is szóba került. Hol áll ez most a kórház tekintetében, ami az is elhangzott, hogy az egyik legelőkészítettebb projekt? Igen, szerencsére készültek az építési engedélyek, sőt jogerős építési engedéllyel rendelkezik a kórház. A tervek alkalmasak arra, hogy a kiviteli tervezés, illetve a kiviteli közbeszerzési eljárásokat meg lehessen indítani. Egyedül egy probléma van, hogy ugye a két évvel ezelőtt meghatározott összeghatárok a mai építőiparban már nem tarthatók, de nyilván azt gondolom, hogy az egész Modern Városok program keretében kezelésre kell, hogy kerüljön, így lesz ez ennél a beruházásnál is, tehát reményeink szerint semmi akadálya nem lesz annak, hogy a következő években tervezett ütemezésnek megfelelően ez a beruházás megvalósuljon. Ugye ez egy új belgyógyászati tömböt jelent, illetve több száz új parkolónak a kialakítását a kórház környékén. A heti feedben ezúttal a Kettler Életmód Klubjáról lesz szó. A program még szeptemberben indult, a résztvevők azóta is lelkesek, de biztos, ami biztos, Kati Béla testépítő bajnok is tartott nekik előadást az életmódváltás fontosságáról. Az életmód programban résztvevőknek tartottál egy előadást, milyen főbb elemekre hívtad fel a figyelmüket? Egyáltalán hogy érdemes nekiállni egy ilyen programnak? 5 előadás van összesen, ez az előadás edzés elmélet előadás volt, aminek a célja az, hogy megtanítsuk őket edzéstervet kielemezni, olvasni, sőt, megtanítsuk őket edzéstervet összeállítani, és egy összfogó képet lássanak arról, hogy mi az, hogy jó edzés, mi az, hogy jó súlyzós edzés, mi az, hogy jó kardio edzés, hogy kell megállapítani nekik, mi a jó, és a céljék szerint hogy tudják összeállítani a programot. Milyen tipikus hibák vannak, amiket elkövethetünk, mire érdemes odafigyelni? Hogy néz ki egyáltalán egy jó edzésterv? Amire én felszoktam hívni a figyelmet, az a bemelegítés fontossága, a fokozatosság, a nyújtás fontossága és a szélsőségektől való óckodás. Tehát mindenféleképpen azt szoktam mondani, főleg az életmódklubosoknak, hogy nem azt akarjuk, hogy sportolók legyetek, azt akarjuk, hogy egészséges és fit ember váljon belőletek, boldog ember, akinek egészséges ízületei vannak, tök jól érzi magát a bőlébe, jobb formába kerül, megtanul jól kajálni, étkezni, megtanul jól edzeni, és igazából az a cél, hogy egy boldogabb társadalom úgy, mint idézőjelben. Nyilván itt a programban is vannak hölgy résztvevők, és általában a hölgyek fogyni szeretnének, megszabadulni a túlsúlytól. Hogy érdemes ennek nekiállni? Nagyon sok szempont van, de igazából pont az életmódklubnak az egyik célkitűzése az, hogy minél egyszerűbben fogalmazzuk meg nekik, minél inkább emészhetőbben, és persze folyamatosan kísérjük az edzésüket és az étrendjüket, segítünk nekik, és később, ha már túl vannak az életmódprogramon, akkor önmagukban is tudjanak boldogulni. Amik nagyon fontosak, amiket el szoktak követni, és el szoktam mondani, hogy megvan írva az étrendjük, és akkor ne egyenek kevesebbet, mint ami oda van írva. Ne egyenek kevesebb szer, mint ami oda van írva. Egyértelmű, ne csaljanak. Akkor edzésre is fel szoktam hívni a figyelmet, és az én számból furcsa szoktak kivenni, hogy az a 3-4 edzés, ami elő van írva, elég. Nem kell neki lejönni 5-6-szor. Nem az a célunk, hogy kiégessünk. Nem az a célunk, hogy elvegyük az idejét a családjától, a munkájától, a szabadidejétől. Az a célunk, hogy a fittebb és egészségesebb legyen, és az nem kell heti 6-szor lemenni, nem olimpikonokat képzünk, 3-4 edzés, tartsa be az étrendet. Nagyon fontos, úgy van összeállítva az étrend, hogy nem sanyargatás szintű étrendről van szó, ugyanis egy nap 5-6 étkezésről van szó, és
és azt is elmondjuk neki, hogy ez 12 hetes intenzív szakasz, utána nem ugyanaz az étrend, utána lehet kicsit könnyíteni, lehet enni gyümölcsöket, lehet csalogatni egy kicsit irányítottan, tehát nem kell ilyen szigorúan venni. Most az első 12 hétben mindenféleképpen az a célunk, hogy egy igazán motiváló eredményt érjenek el. Ebben is elindul az életmód program. Mi a tapasztalat eddig, hiszen most már van mögöttetek egy kis idő? Igen, ugye a legnagyobb tapasztalat az, hogy meg tudjuk szeretetni bárkivel a mi sportunkat, és az, aki esetleg ilyen kicsit előítéletesen jött be, és azt mondta, hogy hát nekem ez nem fog menni, meg amúgy is neki elsőre ez esetleg unalmasnak tűnt, meg egyhangúnak, és a többi. Na, hát ők gyakorlatilag átfordultak, és már majdnem, hogy többet járnak edzőteremben, mint mi magunk, akik mondjuk akár versenyszintűen sportoltunk. Van egy ilyen kemény mag, vagy hány fő a törzs csapat? Az a jó, hogy én azt látom, hogy igazából mindenki kemény mag. Mindenkinek megvan a maga célja, mindenkinek megvan az a kitűzött álom alak, amiért jön, harcol, és gyakorlatilag tényleg megcsinálja folyamatosan a melót, minden egyes nap, minden egyes alkalommal itt van, és hát egy maga is egy kemény mag. Hát gyakorlatilag tényleg az van, hogy egyénről egyénre látom azt, hogy a saját teljesítő képességéhez mérten a legtöbbet fogja és tudja kihozni magából. Miért csatlakoztál, és hogy érzed magad? Hát én elsősorban fogyni szerettem volna, meg szerettem volna jobban érezni magam a bőrömben, és nagyon jól érzem magam. Nagyon összekovácsolódott most már egy hónap után a csapat, és egymást segítjük. Milyen jellegű feladatokkal szembesültél, találkoztál, amire mondjuk nem számítottál esetleg? Az edzés annyira nem volt újdonság, de azt továbbra is nagyon szeretem. A nagyobb feladat az inkább az étkezés volt, de most már azzal is kezdek megbarátkozni. Mi a cél? Hát nincs konkrét cél. Szeretnék minél többet kihozni magamból, amennyit csak lehet, aztán majd meglátjuk. Ami egy ilyen jó és egészséges út, hogyha ilyen heti 1 kiló körül fogyunk, és Kinga is pont ezt tűzte így ki magának, hogy egy ilyen 12 kiló az jó lenne. És az egyébként meg is csinálható. Az is nagyon fontos, hogy ugye mindenkinek más ez a 12 kiló van, akinek nagyon hamar leszalad, mert hát lehet mondjuk egy 130-ból sokkal könnyebb egyébként 12-t leadni, mint akár 70-ből. De nála ez egy nagyon optimális, úgyhogy ez egy ilyen sima ügy lesz, sőt. Kedves nézőink, ez volt mára az Együtt magazin. Jövő héten a megszokott időpontban újra várom majd Önöket. Tartsanak velünk továbbra is, én köszönöm megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra!